van, aki elment fogjuk valóra váltani, aki a Breznó gyerek otthon lakója. Nagyon szeretne ereskézni, úgyhogy most ki fogja próbálni ezt a sportot. Szia, Niki! Szia, tegeződünk, jó? Jó. Szia! Szia, Bogi vagyok. Niki. Szia, Niki. Akkor már ereskézni fogunk. Jó. Jó lesz? Nagyon. Várod már? Elég. Nagyon. Nagyon. Nagyon várod? Na jó, és ereskéztél már? Még soha. Na, akkor majd most meglátjuk, hogy hogy fog menni. Jó lesz szerintem. Na gyere, menjünk! Az edzésen akkor most megnéznék, hogy mit tudsz. Jártál már valahova tornászni, vagy voltál már valahol? Nem? Akkor teljesen alap dolgokkal kezdünk? Jó, akkor tartunk egy rövid bemelegítést, jó? És utána megnézzük, hogy milyen elemeket tudsz megcsinálni. A tornának egy ága gyakorlatilag. Olimpiai sportág, kötél, karika, labda és buzogány és a szalag kéziszerek azok, amik leginkább jellemzőek a sportra, és az különbözteti meg a szertornát, amivel rendszeresen keverik, hogy szaltó. Itt csak akrobatikák vannak, itt vannak cigánykerekek, bukfencek, de levegőben nem történik semmi. Szerintem a legnőiesebb sportág és a legnagyobb ízületi hajlékonyságot igényli, tehát hozzánk azok a gyerekek szoktak jönni általában, akik kicsi koruk óta már nagyon lazák, nagyon hajlékonyak. Vagy a derekuk, vagy a spárgájuk, a csípőjük, tehát egy kicsit extrémebb laza gyerekek. Azoknak áll ez a sportág leginkább jól, azoknak előnyös. De természetesen mindenki másnak ajánlott, hiszen egy olyan szem-kéz-láb koordinációs mozgást is ad, ami azt gondolom, hogy a fejlődésben egy 5-6 éves gyereknek nagyon fontos, tehát elősegíti a fejlesztést és a koordinációra való rákészülést. Jól ment neki, én azt gondolom, hogy elég kötöttek még az ízületei, tehát neki a spárgára kell majd ráfeküdnie, amit nagyon nem fog szeretni. Viszont a szertechnikája az megdöbbentően jó. Valószínű a kézilabda múltjából adódik, de minden szerrel megtalálta azokat az elemeket, ami könnyedén ment. És bár néha elkeseredett, hogy elsőre nem sikerült, de azt gondolom, hogy nem kellene abba hagynia. Én úgy gondolom, hogy örömmel látnánk ezt az edzésen. Mikor jött erre arra, hogy ezt szeretnéd csinálni, vagy hogy... Hát amikor megláttam először a tévét. Mi tetszett meg bennem? Hát az, hogy ügyesek voltam, meg hogy szép, meg hogy elegáns, meg hogy nőjes. Nagyon jó volt. És tetszett. A bikinén is profi. Meg, hogy tetszik ez a sport. Úgy gondolom, Nikinek nagyon jól ment ma a ritmikus gimnasztika. Ügyes is volt, élvezte is, úgyhogy lehet, hogy még ide fog járni. Találkozunk egy következő államban.